Köszöntöm a Fehérvár Televízió valamennyi nézőjét, és természetesen azokat is, akik a YouTube csatornán követik nyomon a beszélgetésünket, hiszen útjára indul egy sorozat a Szent István Király Múzeum és a Székesfehérvári Balett Színház együttműködésében. A Rendház látogató központjában kerekasztal beszélgetésekkel várjuk Önöket. A jelmezés, ami mögötte van címmel, nagyon sok színes tartalommal jelentkezünk majd az elkövetkező időszakban. Érdemes lesz velünk tartani, és sok szeretettel köszöntöm a mai beszélgetés vendégeit, Pokrovenszky Krisztiánt, a Szent István Király Múzeum főigazgatóját, valamint Egerházi Attillát, a Székesfehérvári Balettszínház igazgatóját. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Mi köszönjük. Mi is köszönjük, szervusz, és köszöntöm a nézőket én is. A témánk a múzeum és a balett színház együttműködésében rejlő lehetőségek és a két műfaj találkozásának meccés pontja. És hát ugye elmondhatjuk azt, hogy itt a Rendház Látogató Központban november 24-ig láthatjuk azt a csodás kiállítást, ami már mondhatjuk, hogy ezt az együttműködést gyakorlatilag jelképezi is. Miért fontos ez az intézmények számára, ez a közös projekt? Akkor kezdem én. Hát először is a múzeumnak kiemelt célja, hogy több együttműködést is kössön, elsősorban fehérvári intézményekkel, de természetesen nekünk megyei, országos és határon túli együttműködéseink is vannak. Ami a balettet illeti, Attilával kezdődött minden, ugye, hogy mondhatom úgy is, hogy tulajdonképpen minket a nehézségek hoztak össze. Ezt fogalmazhatok így, ugye pandémia, háborús helyzet, bezárás. Igen, komfortzónából nem születik semmi. Igen. És ugye nagyon sok egyeztetésre jártunk, nagyon nagy volt az összhang közöttünk, utána mi többször elmentünk ebédelni, beszélgettünk együttműködési lehetőségekről, nehézségeinkről, próbáltunk egymásnak segíteni, és már korábban megfogalmazódott, hogy a két intézmény is milyen jól tudna együttműködni. Milyen nagyszerű lenne. És hát tulajdonképpen igen, az az első jele a nagy közönség felé is, hogy itt rendeztünk egy balett kiállítást, ahol a két műfaj találkozott, ami, mint kiderült, nincs is olyan távol egymástól, hiszen a művészetek a múzeumhoz egyértelműen bekapcsolhatók, becsatolhatók. Attiláiknak volt egy kicsit nehezebb, mert a kiállítás tartalmát tekintve, ugye ott a színpadon ezek a jelmezek megmozdulnak, igen, látványos koreográfiák kíséretében, itt pedig statikus bábokra kellett helyezni. Nem kellett koreografálnom a bábuknak, mi könnyebbség. Igen, és hát tulajdonképpen... Ez, mint mondtam, az első állomása, de hát számtalan lehetőség van még ebben az együttműködésben, mely úgy gondolom mind a két intézménynek hasznos, de most Attilát is engedem egy kicsit beszélni. Nem, hát végül is mindent elmondtál, és a lényeg, a farva ebben van, hogy a művészeti intézmények egy városban, ahol ennyi művészeti intézmény van, szinte kötelező, hogy együttműködjenek, és valóban, ahogy mondottad, meccés pontok vannak. Szinte nincs is olyan művészeti ág, ahol ne lennének ilyen meccés pontok. Legfőképpen, hogyha színházművészetről beszélünk, hiszen, és azon belül is a táncszínház művészetéről, ami talán a legkomplexebb színházi műfaj, miért is? Hát azért, mert sport egyrészt, ugye fizikai színház, divatos szó kifejezéssel, bár én ezt nem szerettem, mert nincsen nem fizikai színház, hiszen a lélek az a fizikumban jelenik meg, és a fizikumon keresztül jut kifejezésre. Szóval egyrészt sport, másrészt zeneművészet, hiszen a táncművészek a zenével nagyon szoros kapcsolatban vannak, tehát már is van egy nagyon komoly meccéspont a zeneművészettel, maguk is zenészek, néma hangszerek a testük, és hogy jön a képbe a múzeum, hát azért, mert a múzeumban, ha bemegyünk, most én esős időszak van, ilyenkor érdemes múzeumban menni meg színházba, mert itt benne nem esik az esőt, mindig süt a nap vagy a reflektorok. Szóval
A múzeumban ugye mik vannak kiállítva? Nagyon sok minden, ugye történelmi múltunkat és történeti múltunkat felidéző tárgyak, relikviák, és képzőművészet, szépművészet, tehát műalkotások. Na most, ha megnézzük ezeket a jelmezeket, amik itt kiállításra kerültek, ezek önmagukba véve is műalkotások. Tehát, hogyha nem is mozdulnak meg, ahogy Krisztián fogalmazott, tehát nincs a táncos testén, mint egy második bőr ez a jelmez, és nem mozog, akkor is egy esztétikai fenomén. Tehát akkor is egy műalkotás, és műalkotóknak, azaz jelmeztervezőknek és kivitelezőknek a munkáját, művészi munkáját dicséri, és egy korrajz is, egy relikvia, kortárs kiállítás, hiszen ezek ma születtek, ezek a jelmezek, és kortárs darabokat, mert mi kortárs táncszínház vagyunk, daraboknak a kellékei, szenárium részei. Tehát nagyon kézenfekvő ez a metszéspont, és ezeknek én azt gondoltam itt a helye, az adta az apropót, amikor erről beszélgettünk főigazgató úrral, Krisztiánnal, hogy hát akkor mi lenne ez az első lépés, ami együttműködésünkben, az, hogy 5 éves lett a Balettszínház. Éppen most ünnepeltük, tegnap előtt volt egy nagyszerű bemutatónk a Nomádok címmel, majd egyszer talán annak is itt lesz, amikor 10 évesek leszünk a jelmezel kiállítva, egyébként csodálatos jelmezei vannak annak is, és az a két jelmeztervező tervezte, aki majd itt fog ülni ebbe a székbe, ahol most én ülök és Krisztián. És ezzel ünnepeltük, ezzel a bemutatóval, illetve a bemutatót megelőzően ezzel a csodálatos jelmezkiállítással ünnepeltük, és ünnepeljük most is az, hogy 5 éves lett a Székesfehérvári Balettszínház. Az egy érdekes momentum, hogy tulajdonképpen még 0 éves volt a Balettszínház, amikor már kötődött a múzeumhoz. De még nem volt jelmeze. De még jelmeze sem volt, sőt hivatalosan még nem is tudtátok, hogy lesz itt jövő Székesfehérváron, de már a Rendház díszudvarán adventkor készültetek. Igen, hát aki eljött a megnyitóra, ami egy nagyon emelkedett hangvételű és hangulatú megnyitó volt, és polgármester úr tényleg egy szívhez szóló beszédet mondott, majdnem, hogy meg is könnyeztem, hiszen felidézte azt a múltat, ami akkor nem tűnt romantikusnak, hiszen kéztördelve vártuk, hogy mi lesz az eredmény, de ma már ma csodálatos élmény visszatekinteni, és valóban itt a Rendház udvarán egy advent alkalmával találkoztunk polgármester úrral, és hát arról beszélgettünk, hogy akkor most lesz-e, vagy nem lesz Székesfehérvári Balettszínház, Shakespeare-t idézve to be or not to be, és lett, és akkor már nagyon biztató jeleket. Az volt az első találkozás, amikor hát nyilván nem hivatalosan, de már nagyon-nagyon olyan, úgy tudott fogalmazni polgármester úr, hogy nagyon jó irányba haladnak a tárgyalások, nagyon jó irány, nagyon úgy néz ki, hogy ez az intézmény ez megalapításra kerül, és lesz Balettszínház a Székesfehérvárnak. Tehát ez egy font forduló pont volt, és ez valóban itt történt meg a Rendház udvarán. És milyen jó, hogy a Rendház mellett döntöttünk végül, mert ugye több kiállítótér is felmerült. Én nagyon hálás vagyok ezért személy szerint neked, hiszen meg kellett ezért küzdeni. Mégpedig azért, mert nagyon sok egy nagyon értékes tárlat van a múzeumban, tehát nagyon nehéz volt helyet találni, hiszen itt van a kiváló és csodálatos Munkácsy kiállítás, és nekünk hát nem is versenyezni, de meg kellett küzdeni azért, hogy ez a kiállítás itt valósulhasson meg, de megvolt az értelme, és azt gondolom, aki eljön, és remélem, hogy még 24-ig sokan el fognak jönni, egy nagyon csodálatos élményben van részük, hiszen meg tudnak nézni egy kortárs kiállítást, egy nagyon színes, látványos kiállítást, ahol a kivetítőn azokból a balettekből, vagy azokból a balettekből is futnak trélerek, azaz ilyen kis filmek, amiknek a jelmezeit láthatók, és utána el lehet sétálni a hadtörténeti kiállítást megnézni, vagy a Munkácsy kiállítást megnézni, tehát egy komplex élményt lehet szerezni, mint egy nagy múzeumban, amilyen a Szent István Király Múzeum is, ahol nagyon sok tárlat megférés helye van. Egy kicsi összművészeti program ez tulajdonképpen az egész kis tárlat. Abszolút. Igen, és ahogy Attila is mondta, tehát itt van egy nagy fogadó központunk, ami gyakorlatilag üresen állt,
fantasztikus lehetőségek vannak ebben a helyszínben, és már ugye előző évben is kipróbáltuk, hogy kisebb tálatokat helyeztünk el a felüljáró galéria részre, ide alulra, és számtalan lehetőség van benne. Én nagyon sajnálom, hogy nem jött össze egy rész, mert ugye úgy volt, hogy itt egy nagy szoknya is be lesz lógatva. Így van. Sajnos nem sikerült, és az előző mondatokra visszatérve, azért azt még emeljük ki, hogy az is a különlegesség ennek a tárlatnak, hogy ezek a jelmezek ma is használatban vannak, tehát ezek úgy kiállítási darabok, hogy utána, mikor le kell bontani a kiállítást, utána ugyanúgy szerepelni fognak a színpadon. Úgy van, ezek mind a repertoár részei, tehát játsszuk, például itt előtérben látjuk, ha eljönnek megnézni a kiállítást, a Parádé című balettunknak a jelmezei, ami hogyha 24-én lekerül a bábukról, akkor 25-én már a táncos testén fog táncolni a ruha a Nemzeti Táncszínházba, aki kiváló partnerünk, a Vörösmarty Színház, aki az első számú partnerünk mellett. Úgyhogy ez ahogy lekerül, már is megyünk vele Budapestre és dolgozunk. Ez is egy megmagyarázza, hogy miért ilyen, többek között miért ilyen rövid idejű ez a kiállítás. Úgyhogy most szeretnék ösztönözni mindenkit, hogy gyorsan jöjjenek, nézzék meg, mert így teljesen más. Tehát teljesen más élményt nyújt az, hogyha közelről, testközelből meg lehet szemlélni, és azokat a pici trükköket, amiket majd a lányok el fognak mondani a következő kerekasztal vagy négyszögletű asztal beszélgetésen, hogy milyen trükkjei vannak annak, hogy egy táncruha az ne külön életet éljen, hanem a táncossal együtt mozogjon. Na azt, hogyha értő szemmel vagy figyelmes szemmel nézik majd az emberek, akkor ezeket látni lehet, amíg ezt nem lehet észrevenni, amíg ugye a táncos testén van és táncol benne. Ha megengeditek, akkor hoztam magammal egy idézetet Babits Mihálytól, kölcsönöztem. A tudomány és a művészetet nem lehet egyszerre definiálni, mert nagy dolgok, nincs definíció, mely őket kimeríteni. Mi meg azonban egyik oldaluk, ők a világról való tudatunk legkincsesebb gyűjtőkamrái. A művészet az érzések, a tudomány a belőlük leülepedett fogalmak drága gyűjteménye. Művészet és tudomány legmagasabb foka a tudatnak. És itt kapcsolódik egy kicsit az inspirációhoz, hogy mind a két szakterületen mi az, ami inspirációt ad, akár a művészetek, akár a tudománynak, hogyha fogalmazhatok így lesarkítva. Most nálam pattog a labda, de aztán Krisztián, te is hozzá kell, hogy szólj, és szerintem fogsz tudni. Hát az inspiráció. Hát olvasni kell feljegyzéseket Albert Einsteintől, aki semmi másról nem beszél, mint az inspirációról. Igen, ha a tudományt tudományosan közelítjük meg, akkor az tudománytalan lesz, és egy nem okosság lesz, hanem okoskodás. Ha a művészetet művészettel közelítjük meg, akkor nem művészet lesz, hanem művészkedés. És ugye milyen szép a magyar nyelv, nem ugyanaz a kettő, egy kicsi irónia is van benne, de a lényegről beszél. Tehát a tudományt azt a művészeteken keresztül kell megközelíteni, nem én mondom, Albert Einstein, mert egyszer megkérdezte tőle egy riporter, hogy mester, mi a trükkje annak, vagy nem is tudom, hogy fogalmazott, hogy ennyire érti valaki a fizikát és a világ mindenséget, és hogy van ez? És akkor ránézett, és azt hitték, hogy viccel az öreg. Nem viccel, azt jó kell tudni hegedülni. Vagy nyilván valami más. Tehát, hogy a művészetekből indulunk ki, aztán azt leképezzük tudománynak. És a művészetnek meg a tudományhoz valamilyen szinten értenie kell, a filozófiához valamilyen, nem is valamilyen szinten, magas szinten értenie kell, hogy aztán le tudja azt képezni. Erre hagyd mondjak egy nagyon kedves anekdótát, nagyon régi bölcselet, több ezer éves bölcselet, ki Indiából, ahol egy asramba elmegy egy hívő, egy követő, egy mesterhez, és akkor tanulni akar tőle, és akkor leülnek, este nézik a holdat, és akkor megkérdezi a mester, hogy te mit látsz? És akkor nézi a holdat, és akkor mondja, hát én a kedvesem arcát látom, ahogy fel kell, ahogy le, és én költői képekbe elkezdem, hogy mit lát a holdon. És mester maga mit? Én a holdot. Szóval a művésznek nagyon tárgyilagosan kell nézni, és nagyon pontosan megfigyelni a valóságot, hogy abból aztán a költészet erejével egy
reflektáció szülessen. Ahhoz, tehát ha én művészkedve nézem a világot, abból jobb, ha nem is megyünk megnézni, hogy mi születik. Tehát a művészet és a tudomány nagyon szorosan kéz a kézben jár. Még annyit hagyd mondjak el a kiállításhoz picit csapongva, mert aztán elfelejtem, ami nagyon fontos szerintem egy múzeumban, hogyha megnézünk, ugye itt a Hadtörténeti Múzeum, csodálatos ruhák vannak, de azt valaki hordta. És akkor legalábbis én így vagyok, és szerintem a kedves látogatók is, hogyha elmennek múzeumba, akkor előjön a gyermekén, és a képzelet, ugye, a képzelet itt is, mint a színházban, és elképzelem, hogy abba azt, aki viselte, az a tábornok, vagy hadvezér, vagy csak egy közkatona, az mit csinált, az hogy hordta, hogy itta a kávét, hogy ment, tehát hogy ment a csatába, miközben lőttek. Szóval elkezd életre kelni az én fantáziám által, aztán persze nem úgy volt, vagy részben volt, de nem ez a lényeg, hanem a fantáziám által elkezd az a ruha élni, mert azért van kiállítva, nem azért, hogy csak úgy ott legyen. Na most ugyanezt csináljuk mi is a színházba, csak komplexebb módon. Tehát itt is, és itt is, hogyha megnézik a jelmezeket, akkor hogyha a fantázia elkezd dolgozni, és nem látták a darabot, ez talán ösztönzi őket arra, ez is a célja többek között a kiállításnak, hogy eljük, hogy vajon hogy mozog ez a jelmez, hogy mit táncolhat benne a táncos. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon érdekes dolog. Gyakorlatilag Attila nagyon jól összefoglalta, mondhatnám nekem, nem is kell válaszolni. Próbáljuk meg. Természetesen megpróbáljuk. Én azt mondhatom, hogy az inspiráció számunkra az élet. Meg is mondom miért. Ugye elhangzott, mi általában a múltat kutatjuk, ez ugye részben igaz. A múzeum az egy nagyon sokrétű és összetett szervezet, tehát itt a régészektől a művészet történészeken át nagyon sokféle kutató és muzeológus dolgozik. És ugye valahol mégis ugyanazt csinálják, de mégsem. Én ugye elsősorban a régészetből tudok kiindulni, mert én jó magam is régész vagyok. Mi ugye a múltat kutatjuk, de nem úgy, mint a történészek például. Már itt a módszer is eleve más. Itt is megvannak a különböző korszakok. Tehát, hogy vannak, akik írott források alapján is dolgoznak, akik még korábbra mennek vissza, ott már nincsenek írott források. Tehát gyakran egy cseréptöredékből kell kitalálni az egész történetet. És tulajdonképpen ki kell találni a történetet, tehát egy képzelő erővel rendelkeznie kell a kutatónak, vagy régésznek, vagy bármely más tudományterülethez tartozó kollégának is. Hiszen le kell írnia, hogy mi lehetett ott, mi történhetett, különböző megfigyelések alapján égett foltok, beomlott tető, akkor leégett a ház, nyílveszőket talál, biztos lőttek rá, nyilván attól függ, milyen irányba találja, vagy egy sírt tárunk fel, akkor mi is hozzá képzeljük, hogy milyen lehetett, aki ott fekszik, ugye megtaláljuk a kis övveretét, minden olyan anyagot, ami nem bomlott le értelemszerűen. Nekem egyszer az egyik mesterem, lehet így fogalmazni, még fiatal kezdőkoromban azt mondta, hogy a régészetnek a 80% a mese. Akkor még nem nagyon értettem. Természetesen ez így nem teljesen igaz, így ki van sarkítva, mielőtt itt megköveznek a kollégák és a nézők is rosszra gondolnak. Tehát természetesen egy tudományosan megalapozott háttér van mögötte, de ugyanakkor mégiscsak hozzá kell tenni egy nagyon nagy képzelő erőt, melyet át is kell tudni adni, és akkor talán itt jön, hogy mi nem olyan értelemben vagyunk kutatók, nem magunknak kutatunk. Tehát a múzeumnak a feladata a nyilvánosság elét való bemutatás is. Tehát nekünk közösség irányába való nyitás, ez egyébként jogszabályban is benne van, de hát ez nyilván saját magunk érdeke is, és saját magunktól is tudjuk, hogy nem magunknak kutatunk. Tehát ezt egyértelműen közkincsé kell tenni. Tehát itt ez különböző módon lehet, nyilván lehet tudományos publikációk, vagy népszerűsítő publikációk, előadások, konferenciák, videós anyagok, tehát hogy bármilyen formában ezt a nagy közönség elé lehet tárni. Ez sem mindegy, hogy
egy adott kollega ugye hogyan, milyen módon teszi, milyen érdekes, mennyire figyelnek rá. Ugye gyakorlatilag gondolhatunk itt a egyetemi vagy középiskolás éveinkre is, hogy a tanárok is például milyen előadók voltak, hogy adták át az adott tudományt. Nekem is volt az életemben olyan, hogy nagyon érdekelt a téma, de olyan unalmasan adták elő, hogy azt vettem észre mindig, hogy elkalandozok, meg ennek az ellenkezője is igaz, hogy egy kevésbé érdekes témából is lehetett nagyon érdekes előadást készíteni. Tehát itt szerintem, itt már van ilyen szinten, ha nem is művészi magasságokba emeljük ezt a dolgot, de azért nagyon fontos, hogy a közönséggel meglegyen egy kapcsolat, egy kontakt, ami felkelti az érdeklődést, és odafigyelnek arra, amit mi is csinálunk. Akkor mondhatjuk azt, hogy két metszéspontot is említett most Krisztián. Egyrészt a képzelő erőt szerintem, talán ami mind a két területen, de erről majd nyilván kifejtitek utána a véleményeteket, illetve a másik a közösség. Tehát, hogy ez nem egy öncélú dolog, sem a tudomány, sem pedig a művészet, amit ti képviseltek, Attila, hanem tulajdonképpen valóban erről az átadásról és a közösség formálásáról is szól. Jól gondolom? Természetesen, hát azért is nevezzük kiállító térnek, mert kiállítjuk azt, amit, és valóban, amit Krisztián mond, minden a karizmán múlik. Tehát, hogy egy kiállítás hogy van berendezve, az is egy, az vegy tiszta művészet. Tehát, sőt, hát a múzeumok egymással versengenek, hogy minél látványosabban, minél mélyebb tartalommal, minél jobban elgondolkoztasson, miközben ugye feszültséget terem, drámát teremtsen. Tehát ez egy nagyon komoly szakma, és művészi vénát igénylő szakma. Nem úgy, hogy a fogoshoz kirakjuk azt, de itt van, nézzétek. Ez nem így, egyszerű lenne. Milyen, ez nem így van. Ez egy nagyon komoly munka, és persze azért van, hogy a közönség egyrészt ismeretanyagot szerezzen, másrészt pedig megismerje saját magát, emberi mi voltát, és a régmúlton keresztül el tudja helyezni azt, hogy most a jelenben ő hol tart, és miért tartott, ahol tart, és legyen víziója a jövőről, ami aztán majd olyan lesz, amilyen, mint a John Lennon mondta, hogy mi mindig valamit eltervezünk, nagy műgonddal, aztán valami egész más történik, ezt úgy nevezzük a jelenséget, hogy élet. De az, hogy a jelenbe tudjunk alkotni a jövőnek, ahhoz a múltunkat ismerni kell. Na most a múzeumnak ebben nagyon nagy szerepe van, de a színházművészetek is nagyon nagy szerepe van, hiszen régi drámákat is feldolgozunk a Táncszínházba is, hát van Romeo és Julia Shakespeare-től, és még sorolhatnám, és reflektálunk a kortárs darabjainkkal a jelenre, amiben benne van a múlt is, meg vizionálja a jövőt is. Tehát abszolút, itt nagyon sok metszéspont van, én azt gondolom, a múzeummal. Szinte nem is tudjuk most itt ennyi idő alatt ezt fölgöngyölni, és ezek nem beremagyarázott metszéspontok, ezek valós dolgok. Én azt gondolom, hogy ha valaki a kultúrát szeretni magába szívni, az, bocsánat a kifejezésen, ne legyen szakbarbár, tehát ne csak olvasott ember legyen, vagy múzeumjáró ember, vagy kérem, én nem járok koncertre, de én járok múzeumba, az kevés. Mert akkor nem ért meg semmit, nincs az ezeket a meccéspontokat nem találja meg, és akkor, mert nem, ezek mind eszközök, a múzeum is eszköz, mi is eszköz vagyunk, az irodalom is eszköz, azért, hogy az emberi mi voltunkra ráismerjünk. És ezeket a meccéspontokat, ezeket látni kell. Tehát én azt tudom javasolni mindenkinek, még akkor is, ha úgy gondolja, hogy tőle idegen egy műfaj, menjen koncertre, menjen színházba, prózai színházba, kortárs táncszínházba, klasszikus balettre, minél több, annál jobb, olvasson, járjon múzeumba, és egyszer csak azt arra fog rájönni, hogy a világ elkezd beérkezni hozzá, és ő azt föl tudja fogni, és fel tudja dolgozni, és ettől, most furcsa dolgot mondok, a pánik helyzettől kis menekül meg, mert a tudatlanság az pánikot szül, az ignoranciát szül, az félelmet szül, az gyűlöletet szül, és sorolhatnám, és a művészeteken keresztül a szeretet energia, ami ismereteken alapszik, tudáson alapszik. Ugye a kisgyerek is a sötétbe, ami most szimbolizálja nálam itt a képes beszédbe a tudatlanságot, a sötétbe fél. És akkor bejön a szülő, gyere, nézd meg, az csak egy szék, és fölgyújtja a villanyt.
Na, ezt tudja a múzeum, ezt tudja a színház, ezt tudja az irodalom. És ugye Attila itt említette, hogy a tudás, és ezt még ugye fontos megjegyezni, hogy bár a múzeumnak nagyon fontos, hogy népszerű előadásokat, népszerű kiállításokat tegyen le az asztalra, de ugyanakkor nagyon fontos, hogy ami mögötte van, az a hihetetlen mennyiségű kutatómunka, az a tudás, a szakembereknek a tudása több éven át készülhet egy adott tárlat, egy adott kiállítás, és nagyon fontos a múzeumnak a legnagyobb erénye talán a hitelesség, és amilyen e mögött rejlik. És egy picit visszakapcsolva még az előző témához, én egyébként talán ezt már említettem egy korábbi beszélgetésben, ahol szintén a művészetek és a tudományt vetettük össze. Igen, igen, Attila segítségével. Ez már második rész most, amivel igen, ez de még egyszer elmondom. Regény. Tehát én tulajdonképpen úgy kerültem a múzeumhoz, hogy jól rajzoltam. És akkor ásatásokra engem régész technikusnak vettek föl, és az volt a dolgom, hogy lerajzoltam az ott feltárt. Tehát a szakemberek feltárták, régészek feltárták, én is nyilván bontó munkát végeztem. A látogató szemével, vagy miért nem fényképezték le? Ez egy újabb lépés. Erről nagyon sokat tudnék beszélni, mert ez a második szakmám, ez a térinformatikának nevezik. Akkor egy pár mondatot majd erről is. De tulajdonképpen, hogy mondtam, a rajz által kerültem a múzeumhoz, és én éveken át kint terepen készítettem rajzokat, majd bent a feltárás után íróztam, mellett rajzoltam le a tárgyakat. De egyébként rajzolni még most is szoktak a régész technikusok. Abszolút, és kell is nekik. Ennek nagyon egyszerű a magyarázata, mikor én elkezdtem a rajzolást, akkor egyszerűen a technológia még nem tartott ott, hogy azt úgy adja vissza. Mikor ide kerültem a múzeumhoz, akkor gyakorlatilag beszkennelték a 10000-es térképlapokat, és filctollal karikázták be a lelőhelyeket. Most akkor megkérdeztem én, hogy ezt miért így csináljuk, mikor én akkor ugye elvégeztem a GEO-t itt Fehérváron, tehát volt egy kis térinformatikai tapasztalatom. Mondom, ezt meg lehet csinálni számítógépen is, koordináta helyesen. Tehát itt nagyon fontos a méretarány, mert a fotó az torzít, ha csak önmagában fényképezünk. Viszont most már létezik az a technológia, hogy illesztőpontok segítségével, egy számítógépes szoftver segítségével gyakorlatilag a valós méreteket visszaadva. És amikor te rajzoltál, te a valós méretet rajzoltad. Milliméter papírra meg volt adva. Tehát lemérted, hogy mekkora, és akkor átrajzoltad. Így igaz. Lekicsinyítve, tehát meg volt egy a 20, egy a 10, tehát nyilván attól függ, hogy egy sírrajz, egy nagyobb objektum, vagy netán egy teljes felszín kellett lerajzolni. Hát most már ezt leegyszerűsítjük, mert például egy felszínrajzot el lehet készíteni drón segítségével is. Végigrepüljük GPS koordináták alapján nyilván, georeferáljuk. Nekem a rajzolós rész jobban tetszik. Izgalmas. Egyébként mind a kettő izgalmas. Én azért imádtam a munkám, hogy olyan változatos. Tehát tulajdonképpen volt tudományos megalapozottsága, nagyon sokat jártunk terepen, hát a terepbejárásokon is olyan gyönyörű tájakat lehet látni, mikor hétvégente, vagy akár hétköznap is kirándul az ember, csak mi akkor kerámiákat gyűjtögettünk, és nagyon izgalmas közösségi régészetben is nagyon sokan csatlakoztak, hát több mint 100 közösségi tagunk van már ilyen téren, akik járnak velünk terepre, szabad idejükbe, és segítik a munkánkat. Nekem volt egy ilyen korszakom gyerekkoromban, amikor én régész akartam lenni az unokatestvéremben. Mindenkinek volt. Tűzoltókat, de régész akartam lenni. Akkor az Indiana Jones filmeket te is szeretted. Hát persze. Én pedig tök véletlenül lettem régész, én először informatikus lettem. És nem akartál balettáncos lenni? Nem volt én, Az nem. Az valahogy nem akartak. Bár zenéltem, tehát gitároztam sokáig, bár amatőr szinten. Hat évi klasszikus gitárt tanultam. Én amatőr szinten. Ez is egy meccéspont. Hát ez is egy meccéspont. Hát ahhoz elég sokat kéne már gyakorolni. Hát azt hiszem nekem is. Legalább 10 éve nem gyakoroltam, de visszatérve az előzőre,
Tehát egy fantasztikus élményt jelentett ez a munka, és nagyon nagy változatosságot adott, hogy én kint is voltam, bent is voltam, hol drónt kellett irányítani, hol foto 3D megoldásokkal kellett operálni, tehát mikor háromdimenzióban megjelenítünk egy tárgyat, ami ott van az asztalon, ez gyönyörű, egyébként annyit fejlődött a technológia, hogy épp így tesztjelleggel elkészítettem van egy makett a Nemzeti Emlékhelyen az egykori koronázó bazilikáról, és a telefonommal beszkenneltem, és ki tudom vetíteni már ide, bárhova a térbe, és meg tudjuk nézni a bazilikát körbejárva, tehát a kiterjesztett valóság segítségével. Tehát onnan elindulva, hogy régen tényleg szkenneltünk és kézzel és rajzoltunk, most már egy egyszerű telefonnal meg lehet csinálni. Viszont most a tévéműsort lehet egyszerű telefonnal csinálni. Igen, egy magyarázatot még muszáj mondanom, tehát hogy 100%-ig még most sem váltja ki a fotó egyébként a terepi rajzot. Tehát még mindig mai napig rajzolnak. Napig, nagyon egyszerű oka van, utólag már nagyon sok minden nem lehet megmondani, amit a terepen meg tudsz mondani. Tehát nagyon egyszerű példát mondok, van egy metszetfal, picit kiszárad, lefotózzuk, senki nem mondja meg íróasztal mögül, milyen rétegeket tartalmazott. Még a terepen kicsit megkaparom, oda megyek, megnézem, rábontok, hogyha nem látszik egy részlet. Ezért is fontos, hogy közben naplót is vezetünk, tehát feljegyezzük a megérzésünket, a saját szavainkkal leírjuk, hogy mit látunk. Ez része a tudományos dokumentációnak egyébként, és utána egy fotó is készül mindig. Tehát hogy az alap, hogy fotó is, de a rajz meg az értelmezés igazából, itt az értelmezés, ami nagyon fontos. És például amikor én fotó 3D-vel csináltam a Csókakői várnak a várfalait, ahol 10 méteres szint különbség van, hát mondani, hogy nem állok neki szabad kézzel rajzolni, mert sose leszünk kész, még mindig ott rajzolnék. Ott például azt csináltam, hogy előző nap lefotóztam egy adott részt, amit feltártunk, gyorsan éjszaka megcsináltam a modellt, reggelre kinyomtattam, másnap visszamentünk, és ott a helyszínen berajzolgattam a köveket, hogy mi hol van, mi micsoda, értelmeztük a periódusokat. Nyilván ma most már meg lehet csinálni egy tablet segítségével, és nem kell kinyomtatni feltétlen, bár aki összemeri koszolni a terepen nyilván ezeket az eszközöket, mert azért azt tegyük hozzá, hogy a régészet az elég piszkos munka. Tehát ilyen szempontból is a terepi rajz előnyben van. Bár mínusz 10 fokban nem olyan kényelmes rajzolni, de ugyanezt elmondható plusz 40 fokról is. Tehát, hogy ezt szoktam mondani, egy olyan embertípust is kíván, aki ezt ugye meg tudja tenni minden gond nélkül. Szélsőségeket bírni kell. Több érdekes dolog is elhangzott, több érdekes kérdés is itt elhangzott. Az egyiken meccés talán lehet a rétegek, hiszen azt gondolom, hogy a balettben is vannak rétegek, amivel mondjuk mint koreográfus vagy mint rendezői szemmel, de akár egy táncos is gondolkozhat rétegekben, hogy épül fel egy előadás. Az egy közös meccés pont, én azt gondolom. Hát persze, minthogy az életnek is megvannak a rétegei, egy emberi kapcsolatnak is vannak rétegei. Mi ezeket a rétegeket boncoljuk, és alkotunk belőle egy addig nem ismert valóságot. Tehát mit csinál az alkotó művész, ha színházi műfajjal dolgozik? Hát fogja a valóságot, szétszedi darabjaira, puzzle kockákra, és aztán összerakja máshogy. De értelmes módon, a költészet kötő erejével, ez nagyon fontos, és az a addig még nem ismert valóság, ami ezekből a valóság kockákból összejött, az ha jól sikerül, akkor erőteljesen kell, hogy reflektáljon a már ismert valóságra, és feltárja ezeket a rétegeket. Úgyhogy, mint egy éles szike, pontosan most megnéztem, az én egyik mesterem, te is beszéltél a mesteredről, nekem volt több is, de az egyik meghatározó, sokaknak egyébként így nekem is volt szerencsém vele dolgozni és tanulni tőle, úgy hívják, hogy Jerzy Kilián, van is darabunk tőle. Most megnéztem egy darabját, amit már korábban ismertem, Brunóban volt egy előadás, társulat játszotta a Sleepless című darabját, tűpontos, éles, sem vágja fel ezeket a rétegeket, és olyan költészet kötörével rakja össze, és csak ennyit tudtam mondani utána neki, hogy hát olyan éles vagy, mint egy szike. Tehát olyan pontosan.
Tehát igen, igen, rétegekkel dolgozik a színházművészet és a táncszínház. Én jobban szeretek táncszínházról vagy kortárs színházról beszélni. A balett, azt mindig mondom, az fedőnév nálunk. Azért, mert szerintem a szavak már elkoptak. A kortárs táncszínház sok esetben sajnálatos módon lejáratódott. Ez a kifejezés is sokszor. Valami bigyónak nézik, vagy valami silányértékű dolognak, miközben természetesen nem az, miközben természetesen nagyon sok művelője nagyon magas szinten műveli, és ezért inkább balett, de ott van mögötted színház. A balett az azt jelöli, hogy valami ősi kultúrából, vagy ugye régi kultúrából, a klasszikus balettből merítkezik, amit aztán felturbóz kortárstánc technikákkal, de ezek mind csak eszközök ahhoz, hogy színházat csináljunk. És ezért lett Székesfehérvári Balett Színháza a nevünk. Ugye itt elhangzott az, hogy az emberek a változó világban másként reagálnak, akár a kultúrára, akár a művészetre, és hogy nyitottságra van szükség a látogatók részéről is. De mennyire igaz ez a ti szakmátokra, hogy ott is reflektálni kell a folyamatosan változó látogatói igényeknek, és mekkora a nyitottságra van szükség? Hát mondhatnám azt is, hogy ez nagyon is meghatározza az egész működésünket, a múzeumot tekintve, de mondhatnám ezt a szűk szakmámat tekintve is, hiszen ha nem reagálnánk ezekre a változásokra, akkor be is zárhatnánk tulajdonképpen. Tehát ma már teljesen mást jelent egy múzeum, mint 20 évvel vagy 30-50 évvel ezelőtt. Teljesen más technikákat, technológiákat használunk. Lehet, hogy a tárgy az ugyanaz, amit megjelenítünk, de teljesen más eszközökkel mutatjuk be. Nyilván többféle vagy több típusú kiállítás is létezik. Talán nem is jó annyira, mert most ugye nagyon leragadtunk itt a kiállításoknál, hogy egy múzeum azért nagyon sok mindent csinál. Tehát itt ugye az előbb a kutató munkáról is szó esett, de ugyanúgy egy publikációnak a megírása, vagy egy könyvnek a szerkesztése, egy prezentáció bemutatása, tehát ott is mennyit fejlődött ugye a világ. Azt is milyen látványosan lehet most már bemutatni, ami a nagy közönséget megfogja. De visszatérve a kiállításokhoz, ma már elképzelhetetlen tulajdonképpen, hogy kihelyezzünk tárgyakat posztamensekre, és nagyon hosszú feliratokat tegyünk mellé, és ennyi. Bemutatjuk. Nagyon fontos, hogy az egyensúlyt azt azért meg kell találni, akár a technológiai vívmányok, akár a tárgyak között, tehát hogy mindig a tárgynak kell lenni a központban. Nem szabad, hogy elvigye a figyelmet a 21. századi találmányoknak a sora. Nagyon fontos, hogy a tárgy legyen kihangsúlyozva. Nagyon fontos, hogy egy történet kapcsolódjon egy-egy kiállításhoz, legyen egy koncepció, mely mentén végighalad. És ezt természetesen ki lehet egészíteni különböző díszletekkel, akár visszagondoltak itt, mikor még ugye a királynapok alkalmával egy-egy koronázási szertartás játék bemutatásra került, a múzeumunk is csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez, és amelyik uralkodót bemutatta a színház, mi annak az uralkodónak csináltunk egy kiállítást. És például volt olyan uralkodó, akinek nagyon kevés tárgyat tudtunk kiállítani, mert vagy nem volt elérhető számunkra, vagy egyszerűen nem is kapcsolódott olyan sok kézzelfogható, látványos leletanyag vagy tárgy hozzá, és akkor mi is díszlettel operáltunk például, és egyébként színházi kellékesek segítségét is igénybe vettük. Emlékszem, hogy a Habszivacsból olyan várakat és különböző objektumokat, hajót építettek, ami egyszerűen kiemelte azt a kiállítást, de mégis volt egy-egy tárgy, ami annak a középpontjába került, hogy mégse az vigye el a figyelmet, ami nem a mégis azt sem mondanám, hogy nem a tudományos kutatáson alapult, mert nyilván ezeket a
mű részeket is tulajdonképpen tudományos igényességgel kellett megformálni, de nyilván ezek a látvány részét segítették az egésznek, de a tárgynak kellett a központi szerepet vinnie. Nagyon és köszönöm a kérdést, mert nagyon lényeges húsbavágó kérdés volt. Mondta, és mondta egy bűvös szót, hogy igényt kiszolgálni. Szóval a művészet, nagyon kérem, hogy értsék jól, amit mondok. Nem igényt szolgál ki, hanem igényt teremt. Mert ha igényeket kiszolgál, ugyanis rengeteg igény van, nem is lehet, lehetetlen lenne. Ahány szék van, annyi igény lehet. Lehetetlen. Meg nem is szép. Ugye Ákosnak van egy dola, már nem tudom, hogy melyik, de van benne egy mondat, ami úgy szól, hogy nem biztos, hogy jót tesz neked, ha kiszolgálják az ízlésedet. Na, szóval, nem igényt szolgál, hanem igényt terem. Mert ha igényeket akar, vagy próbál meg kiszolgálni, azt úgy nevezik, hogy holt színház. Az élő színház az mindig igényt teremt, és mindig arról beszél, amiről a szerző, az alkotó, a rendező, a koreográfus, sorolhatnám, úgy gondolja, hogy fontos megszólítani a közönséget. Hogy kell, szabad értem, hogy helyesen nézni egy színházi előadást? Hát elmondom, gyerekszemmel. Ez mit jelent? Nem úgy vissza kell genetikai fiatalodni, lehetetlen. De mindegyikünkben ott él a gyerek. És ő neki még nem, nincs semmi a zsebébe. Még üres. És mindent, mint a szivacs szív. Nincsenek elvárása. Tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy az a jó néző, nem mi szempontunkból, az ő saját maga szempontjából, aki képes arra, nem könnyű, hiszen tele van a zsebünk. Elvárás keletkezik. A képes beszéddel le kell rakni a ruhatárba az elvárásokat. Miért? Mert szegényebb. Hát egy étteremben nem tele hassal megyek be, mert nem tudok enni. Hát éhes gyomorral megyek be az étterembe. Nem tele elvárással, mert akkor nem fogom megkapni azt, amit. És akkor, ja, hát ez nekem nem van. Ja, hát én úgy gondoltam, hogy hát ez nem jó. Nem. Hanem úgy kell rácsodálkozni üres gyomorral, ami majdnem, hogy minden étel jó, ami jó alapanyagból van, az jó. És akkor azzal gazdagszik. Szóval azt is tanulni kell mindannyiunknak, nekem is, hogy kell nézőnek lenni. Én nem ülhetek be a koreográfus elvárásával egy másik darabra. Hát én azt akarom látni, hogy ottan az, hogy... Mert akkor én szegényebb leszek, mint néző, és én is szoktam néző lenni. Ezt meg kell tanulni minden nézőnek. Ennyit a színházról és ennyit az igényekről. Ez szerintem egy lényeges kérdés. És hogyha ezt a technikát, hogy így fogalmazzak, el tudja sajátítani az ember, amikor színházba megy, nagyon sokat kaphat. Úgyhogy, és ez múzeumra is igaz, mindenhol. Ugyanakkor ehhez azért szükség van a megfelelő utánpótlás nevelésére, tehát arra, hogy mondjuk különböző beavató foglalkozásokkal sikerüljön megszólítani azt a generációt, aki tulajdonképpen majd a jövő balettszínház, illetve múzeum látogató közönsége lesz. Ez hogy áll most az egyes területeken? Nálatok hogy áll? Kezdj. Ez több rétű. Látogató vagy szakember, mert ugye ez sem mindegy. Látogató. Szokták mondani, hogy szakemberből is hiány van. Tehát ennek nálunk igazából nagyon fontos eszköze a múzeumpedagógia. Tehát a múzeumpedagógia gyakorlatilag már óvodáskortól most elkezdődik. El fog mondani mindent a Krisztián, és megköszönöm neki. Nem. Nem, ugyanezt csinálják mi is, csak a színház részéről kíváncsi vagyok. Pedagógussal vagy? Persze. Hát, igen, figyelek. Tehát a múzeumpedagógia is természetesen egy több rétű tudomány, különböző eszközökkel, különböző módszerekkel. Legáltalánosabb részt mondom, mikor ugye óvodás csoportok eljönnek, a múzeumpedagógusnak pedig az a feladata, ugye, hogy játékos, figyelemkeltő formában, de mégis úgy adja át a tudást, hogy azért valamit meg is jegyezzenek nyilván belőle. Itt ugye el kell felejteni a száraz történelemkönyveket, tehát óvodáskorban főleg száraz történelemkönyveket, és egyéb olyan száraz tudást, ami mellett elmegyünk. És mindig játszani próbálnak a gyerekekkel, játékos feladványokat találnak ki. Nagyon népszerű mostanában a szerepjáték is.
hogy egy-egy kollega élő történelemnek szokták nevezni, egy-egy kollega, és ez nem összekeverendő a múzeumpedagógiával, bocsánat, hogy most megköveznének a múzeumpedagógusok, mert mindig rám szoktak szólni, hogy ez nem múzeumpedagógia. De nagyon fontos eszköz ez is, hogy például családokat így vonzanak be, egy-egy kollega eljátszik egy adott történelmi szereplőt, és az ő szemén keresztül mutatja be a történelmet, elnézést. A Nemzeti Emlékhelyen is például nagyon népszerűek ezek a játékok, de például a Deák Képtárban is számos ilyen esemény történt, tehát még csak azt sem mondanám, hogy feltétlen történelmi régészet rendelkezik ilyen eszközökkel, hiszen a kortárs művészet is ugyanúgy megtalálja ezeket az eszközöket. És hát visszatérve a múzeumpedagógiára, ott ugye az óvodás kortól, iskolás koron át, kicsiknek, nagyoknak egyaránt vannak foglalkozások, de egyébként még felnőtteknek is létezik, ott andragógusnak nevezik azt a szemét, aki a felnőttekkel foglalkozik, különböző foglalkozásokon mutatja be az adott tárgyat, vagy az adott történelmet, és gyakorlatilag élményekkel távoznak ilyenkor a látogatók, és mi mindig abba bízunk, hogy akik így elmennek, azok visszajönnek később, akár a családjukkal, barátaikkal, jó élményekkel mennek, de úgy mennek el, hogy közben tanulnak is, és lehet, hogy észre sem veszik sokszor, hogy tanulnak, és közülük biztos, hogy néhányan vissza fognak jönni, adott esetben akár valamilyen múzeumi szakmát is választhatnak. Nyilván ez már nagyon messzire mutat, de már itt elkezdődik a nagy közönségnél, ott meg természetesen a felnőtt közönségnél később. Tehát ott mindig azt szoktam mondani, hogy csináljunk egy nagy kiállítást, amire bejön a közönség, és akkor meg fogja nézni a többi kiállításunkat is, ami mellette van, de akár itt a rendházra is gondolhatok, hogy gyakorlatilag itt most három, sőt, ha a dísztermet is ide számolom, négy kiállításon végig tudnak menni, és lehet, hogy csak egy miatt jönnek be. Attila? Biztos van, amit még a Krisztián kihagyott. Nagyon sok mindent kihagytam. Csak más vetülete van. Tulajdonképpen ugyanez, a technikája ennek a dolognak ugyanez. Ugye találkozni a közönséggel, megszeretetni egy adott műfajt. Mi ezt vagy úgy csináljuk, hogy elmegyünk házhoz, iskolákhoz. Ezt mi is szoktuk. Így van. Vagy pedig hozzánk jönnek a próbaterembe, ugye a vasvárisok voltak nálunk csomó-csomó évfolyam, és akkor megnéznek egy rövid próbarészletet, egy darabból mutatunk nekik, mint itt a kijelzőn darabrészleteket, és beszélgetünk. Beszélgetünk a táncszínházról, beszélgetünk a táncosokról, az életükről, az, hogy mivel foglalkoznak, hogy élnek, és akkor a végén a foglalkozások interaktívvá válik, tehát ők kérdeznek olyan dolgokat, ami őket érdekli. Tehát megpróbáljuk közel vinni és leemelni a színpadról és egy piedesztáról ezt a művészetet, és letapogathatóvá tesszük. Miközben ezért azért nagyon izgalmasak ezek a foglalkozások, mert itt nincsen kitaposott ösvény. Persze le lehetnek taktikai, sose válik be. Tehát macsettával kell vágni, és most mondom a lényeget talán, miközben az ember, nem szeretem ezt a szót, hogy tanít, felismertet, jó, ez is szem, maga is felismer, maga is tanul. Tehát nekem ez borzasztó izgalmas, és a kollégáimnak, mert az, hogy ennyit legalább át tudja adni abból, amit szeretnél, ahhoz neked ennyit kell tudni, mert az útközben ennyi elkopik belőle. De még jobban meg fogod érteni azt, hogy mit is csinálsz nap, mint nap, és nem válik ezáltal rutinszerűvé, és felfedezel egy csomó olyan új dolgot a tanításon vagy a felismertetésen keresztül, magad is felismersz, ami ezt a dolgot tovább viszi. Tehát oda-vissza, ez nagyon fontosak ezek a találkozások. És talán ezen is van a hangsúly, hogy oda-vissza, tehát nagyon fontos az interaktivitás, hogy bevonjuk azt a közönséget, azt a réteget, aki érdeklődik iránta. Ezt máshogy talán nem is lehet, és még az élményt emelném ki, mert hogyha élményekkel mész haza, azt megjegyzed, és arra később is emlékezni fogsz. Mondjuk ilyen kísérletezésnek a szüleménye lett a régész színház, mondhatjuk ezt, hiszen ott is élmény is van, művészet is van,
Igen, itt is megelőzött minket a próza. Mindig előbb teszi be a lábát, mindenhova régebbi. Szóval igen, igen, én láttam ezt az előadást, amit most említesz. Nem tudom, még megy-e majd nálatok, mindenkinek jó szívvel ajánlom. Bízunk kiváló, benne, kiváló. Most már iskolákba is játszunk egyébként. Élmény, tehát tényleg élmény. Gyakorlatilag a Régész Színház az Matuz Jánosra köszönhető, azt azért emeljük ki. Egyszer bejött hozzám a János egy beszélgetésre. Egyszer engedj be színházi embert, látod? Egyszer bejött hozzám egy beszélgetésre, teljesen másról beszéltünk, és ezt csak mondta, hogy neki van egy nagy álma, hogy itt ez a, meglátta a kis díszudvarunkat, és neki az az álma, hogy itt rendez egy darabot, egy ilyen egy-két fős szereplős darabot zenével kiegészítve, és hát mi lehet a téma, ugye Schliemann nyilván adta magát, hogy először olyan legyen, amit mindenki ismer, nagyon népszerű, és arra bejönnek az emberek, és egyébként gyakorlatilag csak teltházas előadásunk volt, úgyhogy én bízom benne, hogy még fogjuk játszani, jövőre egyébként egy másik témát is felelevenítünk majd, de ahogy mondtátok ti is, hogy azóta is tehát a kisebb korosztályhoz is elvisszük, és a színészek is nagy örömmel álltak eléve, hogy iskolákba is eljutott ez a darab, és hívják őket. Tehát tetszik a közönségnek, azt kell, hogy mondjam. Ez is egy meccés pont egyébként. Nagy szívfájdalmam, hogy a Kortárs Táncszínházat nem lett, de ez sem igaz, mert most nem spoilerezek, de ugye beszélgettünk arról, hogy azért mégiscsak vannak benne lehetőségek. Csak nyilván ilyen volumenben nem, hiszen a táncnak tér kell, méghozzá speciális tér, meg fény, meg minden, de mégiscsak lesz majd itt, megmozdulnak azok a ruhák, itt maradjunk annyiba, hogy nem csak ott fognak állni, és szerintem ennyi most elöljáróba elég. Én köszönöm szépen, hogy ezt az egy órát így együtt tölthettük, és köszönöm szépen, hogy ismét egy jót beszélgettünk a tudományról és a művészetről. Hát én köszönöm a meghívást, és Krisztiánnak, meg főigazgatónak külön köszönöm, hogy ez a kiállítás itt teret kapott, lehetőséget kapott, és nagyon bízom abba, hogy lesz még vagy így, vagy más formában együttműködés két intézmény között és mi közöttünk. Biztos vagyok benne, hogy lesz, hiszen már beszélgetés előtt is beszéltünk következő tervekről. Én is nagyon köszönöm. Nagyon nagy élmény volt, tehát Attilával mindig élmény beszélgetni. Köszönjük szépen. Kölcsönös, köszönöm.